Szezonális gyermekbetegségek, itt van az ősz, megérkeztek a vírusok is. A múltat eltörölték, új élet költözött a volt laktanyák területére Nyíregyházán. Emléktábla, Farkas Schulz Tibor rocktörténész alakját idézték meg a megyeszékhelyen. A múlt heti késő nyárias 20 fok feletti időjárásnak mától búcsút inthetünk, mostantól tartósan 15 fok alatti nappali hőmérsékletekkel, esővel és széllel kell számolnunk, azaz megérkezett a valódi ősz. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az őszies időjárás pedig magával hozza a szezonális gyermekbetegségeket. Komoly járvány ugyan még nincs, de napról napra többen fordulnak orvoshoz légúti megbetegedéssel. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos azt mondta a televíziónknak, ha szelídebb variánssal is, de továbbra is jelen van a koronavírus, és ősz végétől az influenza is felütheti a fejét. Mit kell mondani? Amit kell. Köszönöm. Szerintem. Ajándék jár a vizsgálatért a Szent István utcai gyermekorvosi rendelőben. A felvételeken látható kislánynak fülpanasza és hőemelkedése volt a napokban. Legtöbben azonban más típusú tünetekkel, megfázásos panaszokkal, erős köhögéssel, vírusos fertőzéssel érkeznek Újhelyi János főorvoshoz. Mint mondta, a megbetegedések száma a gyermekek körében már a szeptemberi iskola kezdést követően növekedésnek indult, az elmúlt napok lehűlését követően pedig még többen fordulnak orvoshoz. Elég sok betegem van, de azt állítom, hogy a nagy járvány azért még nincsen. Tehát vannak kitüntetett napok a hétfő péntek, amikor sok beteg van, de még tömeges betegségről nincsen szó. Most a napokban már érzékeljük, hogy hűl le a levegő, ugye, és ilyenkor beindul a fűtés, egy kicsit még összébb húzódnak az emberek a családba is, meg a közösségbe is. Szinte biztos, hogy egy héten belül megnövekszik a betegek száma, és senki se gondolja, hogy elfelejtettük a Covidot, mert az is van, meg elfelejtettük az influenzát, az meg lesz rövidesen. Újhelyi János hozzátette, ha ezekre a légúti betegségekre időben nem figyelnek, bakteriális felülfertőzés alakulhat ki. Arcüreggyulladás, hörkhurut vagy tüdőgyulladás esetén pedig már komolyabb antibiotikumos kezelésre lehet szükség. A gyermekorvos azt javasolja, már a legapróbb tünetek jelentkezésekor javasolt kerülni a közösséget, és érdemes ilyen esetben maszkot is viselni, azzal ugyanis jelentősen csökkenthető a kórokozók bejutásának mértéke a szervezetbe. Ha most megnézzük a dél-kelet-ázsiai országoknak a téli hátszokásait, ott mindenki hordja már évek óta, meg évtizedek óta a maszkot, az egy nagyon kiváló dolog, mert megszűri a kórokozókat. Nem teljesen, de nem mindegy, hogy valaki milliárd vírus kap el egyszerre, vagy 200-at. Tehát ez érdemes megkerülni a nyilvánvaló betegeket, mert hogy akkor jön is az, amit nem szeretnénk, megint földúsul, és nem tudjuk, hogy ez a két szezonális vírus, a Covid meg az influenza most ebben a periódusban, vagy ebben az idénben mit fog hozni. Nem tudja senki. Van új variáns, egyelőre szelíd, de erről írás nem fog kapni senki se, hogy ez szelíd marad. Járvány egyelőre tehát még nincs, a gyermekek rendszeres vizsgálata ugyanakkor akkor is indokolt, ha még nem jelentkeztek tünetek, emelte ki Újhelyi János. A főorvos hozzátette, rövidesen elérhetővé válik az ingyenes influenza elleni oltóanyag. Emellett pedig érdemes figyelemmel követni a koronavírus esetleges új variánsainak erősségét is, és kikérni a házi orvos véleményét arról, érdemes-e újabb oltással védekezni a Covid ellen. Több mint 2,3 milliárd forintból rehabilitálták a volt laktanyák területét a Tiszavasvári úton. Az északi oldalon most adták át a játszóteret és szabadtéri kondiparkot, de a fejlesztés során kialakítottak futógyaloglókört, streetball, futball, vegyes használatú pályát, szalonnasütőket is. Kerékpárút, valamint járda is épült, és egy záportározónak köszönhetően a pályázat megoldja a városrész csapadékvíz elvezetését is. Már birtokba vették a kertvárosi gyerekek a volt bátori laktanya területén épült játszóteret és a hozzátartozó szabadtéri fitness parkot. Láthatóan nagyon tetszett nekik.
Sokat lehet edzeni, játszani. Jó nagy a hely, ezért bármit meg tudunk csinálni, amire gondolunk. Lehet pingpongozni, amit más játszótéren nem nagyon lehet. Van kutyafuttató, ami nagyon nagy előny, aki itt lakik. És nekem nagyon tetszik a dizájnja. Igen, nekem is. A Tiszavasvári út északi oldalán emellett nem csak játszóterezni és kondizni lehet, hiszen futógyaloglókört, pingpongasztal, mászószobor, streetball vegyes használatú pálya, szalonnasütők, filagúria és akadálymentesített mosdók is várják a családokat. A fejlesztés során kerékpárút, járda is épült, de egy záportározónak köszönhetően a pályázat megoldja a városrész csapadékvízelvezetését is. Amikor az északi területet megcsináltuk, ott is építettünk egy hatalmas záportározót, azért, hogy az egész kertváros csapadékvíz, belvízi problémáját, ha úgy olyan helyzet adódik, meg tudjuk oldani, és most itt is egyet, és ezt a záportározót is úgy méreteztük, hogy az új kertváros, itt ahol vagyunk, ez folyamatosan bővülő építkezések vannak, hála Istennek, ebből adódóan a feladatok is nőnek, de most én azt gondolom, már nyugodtak lehetünk, mert ezzel a záportározóval úgy lett méretezve, úgy lett megtervezve, hogy az egész újkertváros ilyen irányú szükségletét el tudja majd látni. Mindezeken felül elkezdődött a parkosítás, egy mezitlábas ösvényt is kialakítottak, valamint utcabútorokkal is bővült a terület. Az átadón elhangzott, egyre népszerűbb ez a város rész a lakosság körében. Egyre többen költöznek a kertvárosba, nagyon jó helye ez a városnak, az infrastruktúra fejlődött, megemlítettem azt is, hogy a közlekedési infrastruktúra egy szintet lépett, gondoljunk itt a körforgalmakra, a Szélsőbokori út felújítására, a Tiszavasvári úti felüljáró felújítására, amely éppen most fog befejeződni, mert 380 méter aszfaltozás még hátra van, vagy éppen a Mező utcai csomópont, hiszen a kertvárosban lakók ott érik el az első nagy csomópontot, vagy a Derkovics utcai csomópont. Szinte lehetetlen felsorolni, annyi minden történt, de azért próbálkozunk, és azt gondolom, hogy ez az északi rész igazán jól sikerült, kikapcsolódásra, közösségi rendezvényekre kiválóan alkalmas. A laktanyák felújítását célzó projekt összesen 2,3 milliárd forintból valósult meg, 100%-ban az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően. Emléktábla őrzi Farkas Schulz Tibor hagyatékát Nyíregyházán. A 2015-ben elhunyt rocktörténész, lemezlovas, műsorvezető, a város egyik zenei motorja volt évtizedeken keresztül. Az emléktáblát a Kolumbia nevű szórakozóhely falán helyezték el, ez volt ugyanis az első szórakozóhely, ahol napi rendszerességgel dolgozott lemezlovasként. Lassan 10 éve hunyt el, emléke azonban mai napig élénken él, nem csak családja, barátai szívében. Aki ismerte, szerette Farkas Schulz Tibort. A legendás lemezlovas, műsorvezető és rocktörténész tiszteletére emléktáblát avattak a belvárosban. Az ünnepségen Farkas Tibor özvegye is megemlékezett férjéről. Szerette mindenki egyrészt, másrészt ő is nagyon szerette ezt a várost, meg az embereket, meg a zenészeket, és figyelemmel kísérte, és amikor például a könyvét írta, akkor azt mondta, hogy azért kell leírni ezt, mert ezek az emberek megérdemlik, hogy maradjon fenn róluk valami. És én úgy gondolom, nem én, hanem mások, akik ezt eldöntötték, és létrehozták ezt a mai eseményt, meg kezdeményezték, támogatták, hogy amit ő tett, és ez közel sem csak arról szól, hogy a zene, egyáltalán nem, hogy annak alapján ezt ő is megérdemli, és miután az én életem része volt, azt kell mondjam, gyakorlatilag 15 éves voltam, amikor én őt megismertem. Most nem mondom mennyi, szóval persze, hogy fontosnak tartom, örül a szívem. Farkas Schulz Tibor nemzetközi hírű lemezgyűjteményével a helyi zenekarokat is segítette. Ezeket hallgatva tanulták meg a zenészek a külföldi dalokat. Tudását nem öncélúan használta. A legkisebb településekre is eljutott zenei előadásaival. Rádiós és televíziós rocktörténeti sorozatokat készített. Több pályakezdő DJ mentora volt.
Azért nagyon fontos ez az emléktábla, és azért nagyon fontos a Schulznak az emléke, mert Schulz és az hozzá hasonló véleményvezérek, és azok az emberek, akik újat mutattak az embereknek kultúrában, zenében, Schulz nyilván nem, egyébként Schulz nem csak zenében, mert például ugyanúgy lehetett vele beszélgetni a divatról, vagy a képzőművészetről, vagy nagyon sok mindenről, de akkoriban nem volt internet, nem volt YouTube, nem volt Spotify, nem jártak a nyugati magazinok, egy másik rendszer volt, teljesen zárt világban éltünk, és ő által jutott hozzá mindenki nagyon sok újdonsághoz. A magyar zenekarok, vagy a nyíregyházi zenekarok többsége, szerintem ezt mindenki egyetért, aki nyíregyházán csinált valamit, hogy akkor Schulztól kérték el a lemezt, megtanulták a zenekarok a számokat, és úgy tudták lejátszani. Szóval ő egy egész ilyen kulturális hullámot indított el országosan is. Az önkormányzat egy civil kezdeményezést és felajánlást támogatott. A helyszínt is barátai választották. Az egykori Kolumbia volt ugyanis az első szórakozó hely, ahol Schulz napi rendszerességgel dolgozott DJ-ként. Örülök, hogy végül, hát mi öregek ki tudtuk ezt harcolni, hogy neki legyen egy ilyen emlékműve. Itt ezen a helyen, ami egy kultikus hely, 72-ben, amikor még rockzenét csak a Szabad Európa rádióból, meg a luxemburgi rádióból lehetett hallgatni. Itt ő elővette az eredeti angol lemezeket, és feltette a lemezjátszóra. Hát ez maga volt a csoda. Az emléktáblát Turi Török Tibor keszthelyi szobrászművész készítette, aki a 70-es évektől ismerte Schulzot. Az alkotás napszemüvegben ábrázolja Nyíregyháza ikonikus alakját. Az emléktábla az Egyház utca egy szám alatt, az egykori Kolumbia falán tekinthető meg. Elviselhetetlen bűzre panaszkodnak a nyírbátoriak. Azt mondják, évek óta terjed a rossz szag a város határában működő egyes cégektől. A helyieknek elegük lett, tüntetést szerveztek pénteken este a nyírbátori főtéren, ahol a térség képviselője, a főispán és a polgármester is felszólalt. Gázállarcokat osztogattak a nyírbátori főtéren a tüntetés szervezői. Azok egyszerű. Büdös, majd elszáll. De ha rendszeresen bűzlik, akkor felvetődik bennünk, hogy más gondot is okozhat. Évek óta szenvednek a városlakók a település határában működő egyes cégektől áradó bűztől. A tüntetés szervezői nem azt kérték, hogy álljanak le a vállalatok, csak annyit, hogy szaktalanítsák tevékenységüket. Senki nem akarja, hogy a cégek bezárjanak. Sőt, annyi embert vegyenek fel, amennyivel azt a rengeteg mellékterméket, ami az üzemeltetésből keletkezik, hígtrágya, almastrágya, vér, bél, toll, dög, szakszerűen, a lehető legrövidebb időn belül és leghatékonyabban kezelni tudják. Ez odaszól a ellentábornak. Ezért szervezték a péntek esti tüntetést is. Elég nagy a baj Nyírbátorba. A rendezvényen felszólalt Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki javaslattal is előállt a probléma megoldására. Azzal a javaslattal álltam elő, hogy egy monitoring csoportot kell felállítani, a szervezők adjanak a csoportba tagokat, az önkormányzat, és segítsék a kormányhivatalt, mert Nyíregyházáról ezt a problémát, ami lehet, hogy adott pillanatban hatalmas bűzt jelent, és fél óra múlva enyhül ez, megoldani nagyon nehéz. Tehát itt segíteni kell véleményem szerint a kormányhivatalt abban, hogy pontos információi legyenek, és az adott pillanatra vonatkozó információi, és ezt csak helyi tagokkal tudják megtenni. Akár szerves trágyát szállító gépjárművek ne a városon menjenek keresztül, ahhoz például egy elkerülő út elengedhetetlen. Máté Antal, a város polgármestere nyitott volt a javaslatra, az önkormányzat kész segíteni a megoldást. Mi minden segítséget megpróbálunk megadni részükre, hogy azokat az elvárásokat, amik most elhangzottak, és azokat az ígéreteket, akiket a különböző vezetők megtettek, azok valóban a következő hónapokban tettekké váljanak, és akkor bízom benne, hogy a jövő év tavaszára jelentős változást fognak érzékelni a helyi lakosok.
A tüntetésen jelen volt Román István főispán, és aki ígéretet tett a helyieknek. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy az elmúlt időszakban voltak vizsgálatok, voltak kötelezések, amelyek egyébként kiadásokat is jelentettek azoknak a cégeknek, akiket ez érinthet. De még azt gondoljuk, hogy van teendő, és az elmúlt hetekben megszaporodott bejelentések eredményeképpen újabb helyszíni vizsgálatokat folytattunk le, amelynek a döntéshozatali eljárása folyamatban van. A tüntetés szervezői abban bíznak, hogy a rendezvény elérte célját, és rövidesen megszűnik a bűz Nyírbátorban. Nyíregyházán tiltakozott az akkumulátorgyárak építése ellen az LMP. A pártársának Smuk Erzsébet azt mondta, éppen elég a már működő három gyár az országban, a még épülőket le kell állítani. Az országgyűlési képviselő azt is elmondta, vissza kell vonni azt a rendeletet, amely könnyítést jelenthet az akkumulátorgyárak számára. Az LMP követeli a kormánytól, hogy vonja vissza azt a rendeletet, amely arra szolgál, hogyha valamelyik gyár környezetvédelmi normákat sért meg, vagy munkavédelmi szabályokat sért, akkor el lehessen tekinteni a büntetéstől, vagyis a környezetvédelmi hatóság köthet vele egy olyan szerződést, hogy nem kell semmit se fizetnie, viszont majd valamikor ígéretet tesz, hogy megoldja, eszközöli azokat a környezeti problémákat. Meggyőződésünk, hogy ez az akkumulátorgyárakat is szolgálja, hiszen rettentő sok a szabálytalanság az akkumulátorgyárakban, sőt, az akkumulátor hulladék feldolgozó üzemekben már halálos baleset is történt. Nem véletlen, hogy a Bátony-Terenyei hulladék feldolgozót azt fel kellett függeszteni, ugyancsak a Sziget-Szentmiklósi hulladékfeldolgozó körül lakó emberek ugyancsak azt követelik, hogy azt is be kell zárni, ugyanis ott is balesetek történtek, nemrég tűzeset volt, tavasszal két ember halt meg. Négy autó ütközött össze hétfőn reggel Nyíregyházán a 36-os főút bevezető szakaszán. Olyan nagy volt a karambol, hogy a négy járműből kettőt csak műszaki mentéssel lehetett az útpályáról félreállítani. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. Komoly forgalmi akadályt is jelentett a baleset a Tiszavasvári úton a reggeli csúcsban. A rendőrség vizsgálja az ütközés körülményeit. Idegenben kapta ki a hétvégén a cápák, 14 pontos vereséget szenvedett Pécsen a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák az NB1B piros csoportjának negyedik fordulójában 107-93-ra kaptak ki a PVSK-tól. Horváth Ákos együttese pénteken az Óbudai Kaszások csapatát fogadja a Continental Arénában. A veretlen listavezető otthonában jól kezdtek a cápák, az első negyed végén mindössze egy ponttal vezetett a PVSK. A második 10 percben viszont újabb 11 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. Fordulás után állandósult a 10 pont körüli különbség a két csapat között. A cápák mindent megpróbáltak, de nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz, így végül 14 pontos vereséget szenvedett Horváth Ákos együttese. Mondhatom úgy, hogy az építkezésnek abban a szakaszában vagyunk, hogy még talán nem jutottunk oda, hogy ezt így flottul elvárhassa az ember, hogy működjön. Főleg egy ennyire rutinos csapat ellen, tehát nyilván ők, ha adtunk egy irányt, akkor azt rögtön kihasználták. Adtunk egy, volt bent egy kisebb előny, akkor azt rögtön kihasználták. Próbálkoztunk ugye magas szerkezettel, ami a támadásban egészen jól nézett ki, de védekezésben a Horti Bálintnak a termete ugye azért mégiscsak egy ereje teljében lévő volt válogatott kerettagról beszélünk. Ő egy kicsit nehéz feladat volt ott az elején. Hamar beszedtük a faltokat, ott is változtatnunk kellett a szerkezetem. Nem reagáltunk rá rosszul. Második negyedben volt egy kis törés, ami apró fegyelmezetlenségekből, meg nem visszafutásból eredt, de azt mondom, hogy ott még ez is még valamilyen szinten kézben van tartva. Aztán szép lassan kihasználták azokat az előnyüket, amik voltak. A 21 éves Tarján Izsák 27 perc alatt 19 pontot szerzett a mérkőzésen. Azt mondom, hogy támadásban nem volt problémánk, tehát rendesen mentünk, hajtottunk, küzdöttünk. Védekezésben is megvolt a hajtás, küzdés, de egy kis precizitás még hiányzik. Szerintem ezen fogunk tudni dolgozni akár a mostani mérkőzés előtt, illetve az összes többi előtt, mert nem most kell jónak lennünk, hanem majd esetleg a rájátszásra. Nyilván el is kell jutni valahogy addig. A forduló további eredményei a következők: Vasas Akadémia Fót 97-81, Salgó-Tarján Jászberény 67-90,
Újbudamafc Budafok 9470, Cegléd BKG Prima Akadémia 6876, Óbudai Kaszások TF Budapest 9591 és MEAFS Miskolc DEAC 23 9079. A tabella élén a PVSK áll 4 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Vasas Akadémiát. Az 1-3-as mutatóval sereghajtó Nyíregyháza pénteken az azonos mérleggel 12. Óbudai Kaszásokat fogadja, már az új légióssal, az új-zélandi Siolei Vaiganginával a soraiban. A hátvéd soruk három minden hája megkent jó labdakezelő, jó kintről dobó játékos. Azt gondolom, hogy pont belül lehetnek talán jobban sebezhetőek így most a kereteket elsőre áttekintve. Illetve kell tovább haladnunk abban, mint minden meccs előtt elmondok, hogy a saját ritmusunkat kell ráerőltetni az ellenfélre, ami többé-kevésbé egyre hosszabb szakaszokban sikerül. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Óbudai Kaszások mérkőzés pénteken 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. A további párosítása következő Budafok Salgótarján, Új Budamafc Vasas Akadémia, Jászberény Pécsi VSK, Fót Cegléd, TF Budapest MEAFS Miskolc és BKG Prima Akadémia DEAC 23. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Az őszies időjárás magával hozza a szezonális gyermekbetegségeket. Komoly járvány ugyan még nincs, de napról napra többen fordulnak orvoshoz légúti megbetegedéssel. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos azt mondta televíziónknak, ha szelídebb variánssal is, de továbbra is jelen van a koronavírus, és ősz végétől az influenza is felütheti a fejét. Több mint 2,3 milliárd forintból rehabilitálták a volt laktanyák területét a Tiszavasvári úton. Az északi oldalon most adták át a játszóteret és szabadtéri kondiparkot, de a fejlesztés során kialakítottak futó gyaloglókört, streetball, futball, vegyes használatú pályát, szalonna sütőket is. Kerékpárút, valamint járda is épült, és egy záportározónak köszönhetően a pályázat megoldja a városrész csapadékvíz elvezetését is. Emléktábla őrzi Farkas Schulz Tibor hagyatékát Nyíregyházán. A 2015-ben elhunyt rocktörténész, lemezlovas, műsorvezető a város egyik zenei motorja volt évtizedeken keresztül. Az emléktáblát a Columbia nevű szórakozóhely falán helyezték el, ez volt ugyanis az első szórakozóhely, ahol napi rendszerességgel dolgozott lemezlovasként. Október 16-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Jön nem sokára az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka derült időre lehet számítani, a hőmérséklet őszies lesz, 4 és 6 fok körül várható. Kedden napközben folytatódik az őszies, hideg idő, kisebb eső előfordulhat. A hőmérő higanyszála 12 fokig emelkedik. A hét további részében marad a hűvös, őszies idő, csapadék csütörtöktől várható. A hőmérséklet 15 fok körül lesz napközben.